19 éve vezetek egy olyan szabad egyetemet, a szintézis szabad egyetemet, aminek a fő célja az, hogy egy sokkal tágasabb, szélesebb spektrumba világítsa meg az emberi létet, az emberi tudat sokszínűségét, lelkiségét. És hát tudjuk azt, hogy nem csak az éber tudatállapot létezik a világon, és most nem az egyéb speciális módosult tudatállapotokra gondolok, hanem konkrétan egy olyan tapasztalásra, amit mindnyájan megélünk, mégpedig napi szinten, és ez az álmok világa. Olyannyira aktuális számomra ez a téma, hogy a közeljövőben végzett kutatásaimat is ennek szeretném szentelni. Lassan 25 éve foglalkozok az úgynevezett pszichjelenségek témakörével. Nem tüsszentettem, hanem pszichjelenségekről van szó. És ezek nem mást jelentenek, mint olyan tudati képességeknek a vizsgálatát, amit ugyan megfigyelni tudunk, de a fizikájukat nem ismerjük, hogy világos legyek az elején. Telepátia, gondolatátvitel, egy és ugyanaz. Sokkal borzalmasabb fizika számára értelmezhetetlen dolog. Jövőérzékelés, előérzetek, megérzések. Vagy például az, hogy a tudatunk képes távérzékelésre is, illetve amivel én konkrétan nem foglalkozom, a tudat állapotaink hatnak a környezet folyamataira, mégpedig közvetlenül, nem az ismert fizikai hordozók által. Ez a tudományos parapszichológia, és hogy miért említettem ezt meg? Azért, mert az álmok világában ezek az észleletek sokkal gyakrabban bukkannak fel, igaz szimbolikus formában, mint az úgynevezett éber tudatállapotban. Hát miért fontos az álom? Vissza is kérdezhetünk, miért fontos az álom? Ugye miért jó a zsiráfnak, miért jó a zsiráfnak? Igen, valószínűleg a zsiráfnak is jó, és az álom egy nagyon fontos része az életünknek, ami nem is csekély időtartamot jelent egy ember életében. Ugye azért minden nap alszunk egy ilyen 8 órát, ami most nem is annyira lényeges, de minden nap általában mindenki 5-7 alkalommal álmodik. Hát, hogyha ezt összeadjuk, akkor az életidőnknek egy jelentős részét az álom világában, esetleg meredekül hangzik, bár itt azért nem, mint a Tudományos Akadémián talán igen. Az, hogy az álom dimenzióiban létezünk, szó szerint az álom kiterjedéseibe. Hogy mi az álom, miért álmodunk, máig nem nagyon tudja megmondani a lélektan. Azt viszont tudjuk, hogy kultúránk kezdetei óta az álmokat nagyon fontosnak tartották az emberek. Mitológiák születtek belőle, proféták álmukba kaptak tanácsokat, hát gondoljunk a biblikus álmokra, Fáraó álmára, József fejtett meg, vagy a magyar mitológiában, Emese álmára. Egyáltalán az álmot mindig is úgy tartották, hogy az is a valóság része. Nem puszta képzelgés, az egy másik világ, ahova átlépünk. Hát ezoterikus, spirituális körökben nagyon sokan gondolják úgy, hogy igen, az álom nem csak egy önálló valóságot jelent, hanem vannak olyan szélsőséges megközelítések, amik úgy tartják, hogy az álom teremti az éber valóságot. Hát itt most nagyot ugrottunk, ugye a kínai bölcs, aki álmában pillangó volt, és elfilozofált azon, hogy vajon nem a pillangó álmodja-e őt. El lehet jutni ezekhez a kérdésekhez, de nézzük, miért praktikus, miért fontos ez nekünk. Kezdjük az éber tudatossággal, amiről úgy gondoljuk, hogy az objektív valóságot tükrözi számunkra. Én a pszichkutatások és egyéb vizsgálataim alapján, illetve belső meggyőződésem alapján azt vallom, hogy ez a legszűkebb szelete a létezés érzékelésének. Tehát az az állapot, amiben jobbára vagyunk, ha csak valaki nem bóbiskoltan és egy titokban álmodik, kihasználva a fűtött kényelmes termet. Tehát ez a tudatállapot az érzékszervi észlelésekre szorítja le a valóság megtapasztalását. Ez annyira konzekvens, ismétlődő, mindenki számára kölcsönösen visszaigazolható, közmegegyezés szerint ez az objektív valóság, nincs vita az asztal. Itt van, tegnap is itt volt, ha csak el nem vitték. Tehát a valóság egy folyamatos anyagi létező, és itt azért nagyban a materialista filozófiára támaszkodunk. A tudat pedig ezt képes objektíven észlelni, illetve vannak olyan állapotai, a tudatnak ezek a módosult tudatállapotok, például az álom, ahol fantáziaképeket teremt, megfilmesíti a belső vágyait, szorongásait, egyáltalán valamit tapasztal, de ez nem a valóság. Hát ez nagyon úgy tűnik, hogy nem így van. Miért állíthatom ezt? Az észlelésünk nem csak az érzékszerveken keresztül történik, zajlik. Amivel én foglalkozom kutatói szinten, még egyszer mondom, az érzékszerveken túli észlelések világa,
és ez sokkal nagyobb kérdéseket vet fel a valóság és a tudat kapcsolatát illetően, mint a hétköznapi tudatállapotban való észlelés. A tudatunknak, és most szó szerint értem, és nem költői allegóriaként, vannak magasabb dimenziói, kiterjedései, szó szerint magasabb kiterjedései. A telepátiának és a gondolatátvitelnek nincsenek térbeli határai, eddig legalábbis nem bukkantunk rá. Az, hogy két ember gondolatban találkozik, hogy az egyik valamire gondol, és a másik ezt megérzi, teljesen független attól, hogy milyen messze vannak egymástól. Tehát, hogyha egy két helységgel odébb vizsgálunk egy telepatikus kísérletbe egy adót és egy vevőt, ugyanolyan eredményeket kapunk, mint az egyik, hogy mondjuk egy föld másik felé van, mondjuk Új-Zélandon, sőt, hozzáteszem, mondjuk a Holdon. Edgar Mitchell űrhajós, Apollo űrhajós, nagy örömömre járt a zuglói kislaborba, ezt máig nem feledem, hogy néztem a lábát folyamatosan, hogy ő azzal a Holdon járt, és hát ami miatt ez fontos, ő ott végzett a NASA nem annyira hivatalos keretei között, vagy nem annyira, hogy mondjam, deklarált keretei közt, sikeres telepátia kísérleteket. Ez még mind semmi. Elképzeljük, hogy hát ők is a rádiójelek is visszajönnek a Holdról, sőt a Mars szondával is lehet kommunikálni, pedig az messzebb van. Gondoljunk bele, hogy a tudati működéseinket és a tudatunk természetét és a valóságot illetően milyen hatalmas kérdés az, hogy a jövőt is képesek vagyunk érzékelni. Ebben a tapasztalati világban az érzékszerveink ezt nyilván nem tudjuk megtenni. Nem tudom, hogy két hónap múlva esni fogja az eső délután 3-kor, vagy egyáltalán mi történik velem, vagy meddig élek, óha tudnánk, vagy a lottószámokat, nem tudjuk. Mégis létezik a tudatunknak egy olyan képessége, amit prekogníciónak, vagy más néven jövőérzékelésnek, előérzetnek hívnak, és ez nem holmi fantáziákat, vagy a helyes megsejtéseket jelent, hanem konkrétan olyan még meg nem történt események, állapotok észleletét, amik a jelenből logikai úton kikövetkeztethetetlenek. Na, eddig tartott a frázban, nem kimondtam ezt a szót, kikövetkeztethetetlenek. Az első verzióra hallgassunk, pedig úgy megkönnyebbültem. Tehát ez azt jelenti, hogy az időben is kötetlen a tudatunk. Nem csak a jelenben észlel, nem csak a itt és mostot, hanem bármikor és bárhol történő dolgokat képes észlelni. Evidensen nem csak a jövőt tudjuk észlelni a prekognícióval, hanem a múltat a retrokognícióval. Miért fontos ez? Azért, mert az életünkre nem csak a jelen hatásai gyakorolnak befolyást, hanem múltbeli dolgok tapasztalatai, tőlünk régmúltra lévő, akár korábbi korok tapasztalatai, gyanakodjunk mondjuk a reinkarnációs hipnózisok eredményére, vagy, ami még fontosabb, a még meg nem történt dolgoknak a befolyása is. Ez azt jelenti, hogy a cselekedeteim, amiben még szabadon dönthetek, létrehoznak egyfajta lehetőségverziókat a jövőben, és ezek tudattalanul hatnak ránk. Most a tudattalanunk nem nagyon képes kommunikálni az éber tudatunkkal. Itt nem a tudat alattiról beszélek, hanem a tudattalanról, arról a nagyon mély dologról. Ugye ezt konkrétan Sigmund Freud fogalmazta meg, hogy a tudatnak van egy olyan rétege, a tudattalan, ahol elsüllyedt dolgok vannak, elfolytott dolgok vannak, vágyak vannak, szorongások vannak, majd Jung, Carl Gustav Jung kiegészített, hogy igen, csak hogy ez nem pusztán egyéni tudattalan, mint Freudnál, hanem ez egy sokkal nagyobb dolog, ez a kollektív tudattalan is, vagyis össze vagyunk kötve egy tudati világóceánnal, hogy ennek van-e határa, vagy nincs. Nehéz ezt megfogalmazni, hogy eldönteni. Mind a ketten foglalkoztak az álmokkal nyilván. Tehát Freudnak is ismerjük a munkásságába, analitikus szempontok szerint használta, hogy az illető álmai mire világítanak rá. Hát jó pár arra plukkadt, hogy valami szexuális elfojtás, az ő mániája volt, nyilván voltak szexuális elfojtásai. Jung viszont azt mondta, hogy itt sokkal mélyebb üzenetek érkeznek hozzánk, ősképek jelennek meg, mitológikus üzenetek, szimbólumok bukkannak fel, az archetipusok. Mind a ketten használták maguk módján eredményesen. Hogyan ide mégis akkor az álomtelepátia? Jung és Freud egy ideig, illetve úgy mondom Freud és Jung mester és tanítvány viszonyban álltak, később megromlott ez a kapcsolat köztük, de jó ideig együtt vizsgálták az úgynevezett pszichikus, akkor még így hívták pszichikus jelenségeket, most már úgy mondják, hogy parapszichológia, vagy pszichjelenségek. Freud szakított a gondolattal, hogy ez létező, vagy lényeges lenne, Jung nem. Amikor először kezdtek azzal foglalkozni, hogy vajon az álomban tényleg működnek ezek a telepatikus és megérzéses tapasztalások,
rájöttek, hogy nem csak működnek, hanem sokkal jobban működnek, mint az éber tudatállapotban. Na vajon miért? Azért, amiért olyan nehéz éber tudatállapotban ezeket tudatosítani. Egyrészt éberen leszűkíti az érzékelésünket, az érzékszervi észlelés elfedi előlünk a világot, amit látunk, amit hallunk, amit tapasztalunk, zavarja az adást, hogy úgy mondjam, azokat a halk kis belső hangokat, amik bennünk vannak, csak elnyomja a környezet, illetve az érzékelésünk zaja ebben az értelemben. Kettő. Az a legtöbb ember független attól, hogy most mennyire érzi magát ezoterikusnak vagy vallásosnak, hát mégiscsak egy racionális korszakban nevelkedett, és úgy azt gondolja, hogy jó, hát majd meglátjuk, hogy ez van-e vagy nincs, de azért egyáltalán nem biztos, hogy van. Magyarul vannak racionális gátlásaink és előítéleteink, ezeket nagyon nehéz félretolni, áttörni. Álomban viszont nincsenek. Ha nekem most azt mondják, hogy szaladjak neki fejjel a falnak, hát nem tudom azt mondani, hogy szaladj te. Nem vagyok hülye, nem fog rajta átmenni, vagy akkor nagyon gyorsan kell menni, de ez nagyon fog fájni. Így tele vagyunk dolgokkal, hogy ez biztos nem lehet, nem működhet, mert lehetetlen. És az álomban azt mondják, hogy na repülünk egyet, hát csak hozzá szállni egyesen megyünk is. Persze, hogy ne, mi gond lenne, mi vagyunk, lehetne. Tehát az álomban nincsenek meg ezek a legátlások. Megvan a képisége, a szimbolikus tartalma. Ne feledjük azért, hogy nem minden álom jósló álom, és profétikus álom, és jövőlátó álom. Tehát ebben az álomkutatók is egyetértenek, hogy nagyon sok típusú álom létezik. Jó ideje figyelem az álmaimat, úgy menet közben is, meg reggel úgy gyorsan lajstromozok, hogy ez mennyire volt mondjuk használható, vagy csak olyan kis ifjúsági verzió. Nagyon sokszor valóban buta törmelékek próbálnak összeállni egy olyan egészé, amit az álmodó megél, és nincs vele kritikája, és egésznek érzi a történetet, amikor reggel még sikerül elcsípni a farkát a menekülő egérnek, konkrétan a feledésbe bukó álomnak, jaj Isten, de mekkora hülyeségek voltak ezek, meg tényleg, ahogy mondják, a szorongásaim voltak benne, a vágyaim voltak benne, mindenféle tudatalatti dolgaim. Időnként viszont vannak olyan álmok, amik nagy horizontú, tényleg alkalmas, mint egy beavató álmok. A kutatásokat úgy végezték az álom telepátia és az álom jóslás, álom prekogníció témakörében. Kiválasztottak olyan embereket, akik arról számoltak be, hogy gyakran történnek meg a későbbiekben olyan dolgok, amiket megálmodtak, vagy tényleg valakivel álmába összekötetésbe került, és később visszaigazolhatóan a másik illető hasonló dolgokat csinált, tehát működött ez a ESP, érzékszerveken kívüli észlelés, és ezek közül az egyik legtehetségesebb egy Malcolm Bessel nevű angol fiatalember volt, akivel a 70-es években végezte kísérleteket New York-i Maimonides kutatóközpontban, álomkutatóközpontban, és az volt a feladata, hogy jegyezze meg az álmait, koncentráljon arra, hogy álmában részint valamit látnia kéne, amit valaki neki üzen. Véletlenszerűen kiválasztottak egy képet, mondjuk egy esős utcarészletet, ahol emberek áztak és fáztak, és adó ráadásul, miközben nézte a képet, beállt a zuhany alá egy esernyőbe, tehát mindent elkövetett, hogy menjen ez a dolog, és hát Bessent nem véletlenül azt álmodta, hogy ilyen esernyőkkel átsorognak az esőben az utcán az emberek. Most, hogy ez mennyire véletlen vagy nem véletlen, most hosszan ne térjünk ki rá, ki kellett választani a 5 különböző vagy 4 különböző képből, statisztikailag jól értékelhetően sokkal eredményesebb volt, mint az éber tudatállapotban végzett kísérletek, vagy egy másik híres kísérlete. Azt kellett megálmodnia, hogy másnap mi fog vele történni, és ez a másnapi történés szintén véletlenszerűen volt megszervezve. Kezdjük azzal, hogy mit álmodott a mi Bessentünk, vagy csak itt egezősen a mi Malcolmunk, ugye most már vagyunk olyan viszonyban. Azt álmodta, hogy valami hosszú folyosón sétálgatott ilyen komor, tomasztó dologvetőt körül, egy hideg, és valaki menekült a folyosón, és nem sikerült neki elmenekülni, és ilyen gyógyszerszagot érzett, meg éterszagot, meg egyebeket. Hát ezt mind leírta. Amikor rögzítette az álmát, másnap kiválasztottak véletlenszerűen egy festményt, egy hatalmas katalógusból, és azt játszották el neki, mégpedig a Van Gogh féle festményt, a Szentrémi Kolostor folyosója címűt, ahol betegeket ápoltak, és valóban egy hosszú folyosó végén egy menekülő alak tűnik el, a színeket is helyesen nevezte meg, magyarul teli találat volt. Valamilyen szinten ezek a dolgok, tehát megrendelhetők, irányíthatók.
Van egy olyan technika, nagyjából ezekben az években le is zárult a hivatalos kutatása az álom telepátiának és az álom jóslásnak. Amit viszont úgy gondolom, hogy egyrészt szintén érdemes megismerni maga különlegességében, mert önismereti értéke van és terápiás értéke van. Másrészt pedig érdemes minél hamarabb integrálni, összevonni az előzőekben említett kutatásokat, és ez a tudatos álmodás technikája. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a technikát, esetleg gyakorolja. Spontán is előfordul néha velünk, nagy ritkán, hogy álmunkban rájövünk, hogy kutyafáját, hát én álmodok, de nem ébredünk fel. Tehát esetek többségében ez a felfedezés ahhoz vezető, az illető megrázza magát és felébred, főleg ha kergetik a rémek a mocsárban. Tehát a tudatos álmodás arról szól, hogy amikor valaki rájön arra álmában, hogy álmodik, és nem ébred fel ettől, akkor viszont megnyílik előtte a végtelen lehetőségek tárháza. Ja, és voltam így én is. Akkor repüljünk, vagy változtassunk az álom menetén. Ura leszek az álomnak. Az álmomban nagyon sok mindent megtehetek, amit egyébként nem. Hogy gyorsan egy rendkívül praktikus példát hozzak, ezt a technikát sportolók is alkalmazzák, konkrétan síelőkkel végeztek olyan kísérleteket, hogy tudatos álom állapotában járta be újra meg újra a versenypályát, és mérhetően javult a teljesítménye, anélkül, hogy többet gyakorolt volna a korábbiakhoz képest. Tehát elképesztően sok mindent lehet csinálni, és egy nagyon fontos, önismereti utakat lehet bejárni. Hát tudjuk azt, hogy az álmunkban nagyon drámai dolgok történnek időnként velünk. Szinte drámai élmények és átélések, mint éberen. Én nagyon sokszor botlok bele, ki nem. Olyan rémálmokba, amiből rettentő nehéz felébredni, valami nagyon mélyen rejlő problémát filmesít meg számomra, de nem tudok tovább lépni, eljutok a kapu őreimig, hogy spirituálisan fogalmazzak, és onnan nincs tovább. És a tudatos álom állapotában, és azért ezt gyakorolják egyébként olyan úgynevezett primitív népek is, mint anno a szenoik, egy elszigetelt kultúra, akkor meg kell szólítani a rémségeket, a minket támadó vagy fenyegető lényeket, és megkérdezni, milyen üzenetet hoztál nekem, egyáltalán ajándékot hoztál nekem, és te ki vagy, és hát beszélgessünk el szépen. Tehát át lehet lépni azokat a határokat, amit nagyon nehéz, még egy pszichoanalitikus terápia közben is, egészen egyszerűen azzal, hogy az álomnak ebben a mély szimbólum rendszerében tudatosan közlekedünk és tesszük fel a kérdéseket. Tudatos álmodásnak rendkívül egyszerű technikái vannak, ugyanúgy szorgalom kell ahhoz, hogy ez persze érvényesüljön és működjön, mint annyi mással, vagy kontrollal, egyéb programozásokkal, nem elég ezt meghallgatni, egyszer kipróbálni, gyakorolni kell. Na mit is kell gyakorolni? Elsősorban az, hogy ébren vagyunk-e, vagy álmodunk. Most ezt a kérdést itt feltenni elég maflán hangzana. Ébren vagytok, vagy álmodtok? Ugye általában ki mit gondol? Ki az, aki azt gondolja, hogy ébren van, ha őszintén? Hát akkor nagyjából biztos? Miből gondoljátok, hogy ébren vagytok? Éles a kontúrom? Hány kezem van? Perspektíva működik? Igen, ezeket a kérdéseket kell ismételgetni. Folyton folyvást, naponta többször, ez a legegyszerűbb technikája ennek a tudatos álmodásnak. Már csak azért is, mert ha ezt éberen többször feltesszük, akkor álmunkba is felbukkan, ott viszont kész lebukás az álom számára, hiszen hány kezem van? 4? Na ne, jó van, akkor álmodunk, akkor megvan, rajta vagyunk a sinen, de nem ébredünk fel, hanem használjuk ezt az állapotot, akár arra, hogy jól érezzük magunkat, motorozzunk 540 km/órával balesetveszély nélkül, vagy találkozzunk a démonainkkal, vagy a szeretteinkkel, akik már nem ebben a dimenzióban vannak. Az én legutóbbi ilyen, még inkább spontán jellegű kalandom az úgy zajlott, hogy valami lehetetlen helyzetbe keveredtem, biztos rossz a lelki ismeretem, úgy meg akartak verni, meg ilyenek, aminek ugye az ember nem örül, meg próbál kihátrálni a helyzetből. És megjelent egy barátom, aki 3 éve halott. És mondom, hát Sanyi, hát te meg vagy halva, hát te nem élhetsz. Ja, álmodom. Na, mentem vissza rendet rakni, hogy gyerekek, akkor most beszélgessetek velem, most próbáljatok megverni. És abban az állapotban, abban a tudatállapotban, amikor az ember rájön, hogy álmodik és benne marad az álmába, azért az is lehet egy elvárás, hogy adjunk értelmet a történetnek.
és előjött ugyanaz, mint a Szenoiknál, miért keressel, mi bajod velem, mondd el, vagy szimbólumokba. És működik, működik, működik. Nem vagyunk teljesen komplettek azért, én azt gondolom, nem mondanám, hogy ez a betegek bolygója, inkább a normalitás, a nem normalitás, vagy valamilyen finomabb megfogalmazással élnek. Van mit javítgatni ahhoz, hogy az ember derűsebben és komplettebben és kerekebben éljen. Ez is egy útja, módja az önismeretnek, sőt, egy terápiás önismeretnek is. Visszatérve azért mondjuk így a jósló álmokhoz. Nekem életem eddig legsikeresebb jósló álma ahhoz vezetett, hogy majdnem meghaltam, de mindesetre eltörtem a gerincemet, bokámat, darabokban voltam, tolószék árnyékában jó ideig, nem tudtam mire használni. Ez nagyon rég volt, első öbölháború idején, 1991. február 17-én sikerült egy buta balesetbe belesodródnom. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy előtte, hetekkel előtte már éreztem, hogy baljós, valami gomolygó sötétséget, álmomban meg ilyen, ne csináld, rossz lesz. Mondom, mi lesz rossz, nem csak rossz lesz, nagy baj lesz. Hát nagyon fantasztikus, amikor lezuhantam arra a hülye kilátóról Erdélyben. Egyrészt megkönnyebbültem, de mondom, hogy jó, ez volt. Hát most miért kellett nekem 3 hétig előtte rosszul lennem? És ez így számított? A jövő megváltoztatható. És miért gondolom? Egyrészt a prekogníciós kísérletek mind arra mutatnak, hogy az ember megérez valamit, és számára ez egy negatív kimenettel, mondjuk egy baleset, közbeavatkozhat. Ez persze azt jelenti, hogy a jövő elágazik és újra elágazik, úgy tűnik alternatív valóságok hullámai közt szörfözünk és állítjuk össze az egyetlennek tűnő idővonalunkat. Ez már azért is valószínű, mert amikor visszaszállítottak ugye talpig gipszbe, és pár hét után úgy döntöttek a amerikai úti idegsebészeten, hogy meg fogják műteni a gerincem, biztos ilyen törés határon volt, vagy szétesés határon. Akkor megint azt támadtam, hogy nem szabad. Mondom, ja, másnap mondom az orvosnak, hogy úgy tudom, hogy van valamilyen jogom nekem, hogy megtagadom a jó téteményt, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, az egészségügyi szolgáltatást. Kibukott, rázott, üvöltött, fröcsögött a nyelven, mondom, mert most jól döntöttem. Mit képzel, kivel beszél, takarító nővel legyenek? Utólag kiderült, hogy a konziliumon a többiek le akarták szavazni ezt a műtétet, mert kockázatosabbnak tartották. Soha nem fogom megtudni, mi lett volna megműtenek minden eset, azt tudom, hogy mi lett, hogy nem műtöttek meg. Itt már hallgattam egy sugallatra, itt hozzá tudtam kötni egy közelgő eseményhez, és döntést tudtam hozni. Most a tudatos álom és a álomtelepátia, álommegérzések területén, ez annyiban lenne gyönyörű, hogy ezek nem csak spontán bukkanhatnának fel későbbi homályos értelmezésekben, hanem konkrétan elvárások alapján, akár a sorsomat illetően beletekinthetek abba a könyvbe, aminek több lapja és valósága van. Tehát ezt fogadjuk el, hogy a sors nem a végzet és nem a bedrótozott egyetlen út. Vagy akár arra, hogy mi a helyes döntés, beleért, hogy ebbe a helyes döntésbe nem csak a meglévő tudattartalmaim és információm játszanak szerepet, hanem a döntésem következményét is láthatom. Kutatási szinten ez nagyon sok mindennel kecsegtet. A mi kutatásainkban, a telepátia kutatásainkban, ugyanúgy, mint általában, mi is használunk módosult tudatállapotokat, most nem az ilyen, ez nem azt jelenti, hogy bedrogoztatjuk a kollégát, vagy leitatjuk, hanem azt, hogy egyrészt kap egy agytréneres előrelaxációt, hogy kiszakad kicsit ebből a hétköznapi valóságból, jobban tud koncentrálni arra a másik világra, és amikor pedig konkrétan a kísérlet zajlik, akkor egy ilyen tompa vörös fénnyel megvilágított diffúz szemüveget viselve, már tényleg úgy a szeme egy másik dimenzió felé mered. De még mindig éber, még mindig jönnek a gátlásai, még mindig elő-elő bukkan a racionalitás, aminek itt semmi helye nincs, sőt kifejezetten káros. Tudatos álom állapotában ugyanígy a kutatásokban megtehetnénk, mint ahogy spontán jött össze Malcolm Bessentnél, hogy hát vágjunk bele, tudatos álom állapotában vagyok. Igen, akkor nézzük, milyen kép van kirakva, mi történik majd holnap délután abban a helyiségben, és a többi, és a többi, és a többi. Engem ez nagyon izgat. 25 éve nem azt mondom, hogy belefáradtam, hogy belefásultam ebbe a témába, mert lehetetlen. Olyan kihívás az emberi megismerés számára, amit ebben a fogalmi rendszerben úgyse lehet lefordítani. Nem tudjuk modellezni azt a világot, ahol a mi tér és idő szabályaink nem érvényesek. Abban viszont bízok, hogy valahogy jobban bele lehet menni. Tudatunknak egy másik világát, egy másik oldalát jobban át lehet élni, meg lehet ismerni.
lehetőségekkel, annyi mindennel egyetemben. Tehát ez a célunk ezzel a jövőre tervezett kutatással. A másik dolog pedig az, hogy bizony az álmok gyógyítani is tudnak. Az álmokban intuitív képességeket tudunk mozgósítani. Spontán módon rengeteg feltaláló, kutató, művész használta ezt. Voltak olyan írók, akik egyszer megálmodták mindig a regényük következő részét. Vagy például ismerünk egy olyan álmot, ez a legnépszerűbb, valószínűleg sokan hallották sokféle verzióban. Én a szerintem legtutibbat mondom, vagy ezt tetszik legjobban, egy Kekulé nevű kémikus, még a 1800-as években, nagyon erősen törte a fejét, hogy hogy nézhet ki a benzol molekula szerkezete, mert hát ez egy nagy kihívás volt. Nagyon egyszerű, molekulárisan C6H6, na ezt add össze, konkrétan a vegyértékeivel. Ugye a szénnek 4 vegyértéke van, nem menjünk bele, milyen a hidrogénnek egy, akárhogy csomózgatja az ember, nem megy. Gondolkodott, majd egy furcsa álmot látott, amiben néger nők tűz körül táncoltak, körbe-körbe, hátukon puttonyba meg a kisbaba, ahogy illik. Hát milyen hülye álom, ez hát most táncolnak, na és akkor mi van? Hát Kekulé felébredt, és azt mondta, hogy aha, gyűrűs molekula, össze van gyűrűbe kötve a 6 szénatom, és kívül ott van rajta egy-egy hidrogén, kiteszi pontosan, belül pedig egy közös vegyértékkör. Így fedezte fel az álom képileg üzen neki. Ugyanígy találták fel varrógépnek azt a megoldását, hogy a tű, ahogy befűzi magát, és jár fel, az középen van, ott egy másik úriember lándzsás vadászokkal találkozott, akiknek Lukas volt a lándzsája vége. Folytathatnánk hosszan ezt a listát. Hogy egy dolgot mondjak, Edison is feltaláló volt, még nem is akármilyen, bár Teslával elég csúnyán elbánt, de ez most nem tartozik ide. Annyira feltaláló volt Edison, hogy még a feltalálást is feltalálta. Neki az volt a módszere, hogy fél álomban jutott a eszébe, vagy az álom kezdetén. Azok az ötletek, amire éppen kíváncsi volt. De hát aztán elaludt szegényem, és jól elfelejtett. Tehát mit kell jól csinálni? Leülni egy karosszékbe, megfogott mind a két kezébe egy-egy vasgolyót, így a karfára támasztotta a kezét, egy-egy bádogvödröt kirakott, és elszenderedett a gondolataimat mélyedve. Na most, hogy az ember keze elernyen, a golyó leesik nagyon, csörren felébred és leírja a megoldást. Tehát én azt hiszem, hogy az álmokat nem kell és nem lehet eléggé misztifikálni. Valóban egy olyan világ, ami talán jóval jelentősebb mélységeket érint a létben, mint a hétköznapi gondolatok és az érzékszervi tapasztalások. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a két világ összeköthető. Igen, érdemes az álmokkal foglalkozni, érdemes álomnaplót vezetni, érdemes foglalkozni azzal, hogy igen, álmunkban találjunk meg megoldásokat bármire, párkapcsolati problémákra, kérdésekre, amik éberen nem megoldhatók, vagy legalábbis nagyobb a veszély, hogy a racionalitásunk félrevezet minket és racionalizálja a helyzetet. Tehát ezt nem ma találták ki. Analízisekben, álomprogramozásokban, annyi technikában, ezek folyamatosan felbukkannak. És amit még nagyon fontosnak tartok, én egy folyamatos utazója vagyok, mint sok más ember is, de a féle mélytengeri halásza is ennek a világnak, ez pedig többek között a szépírásomban és a költészetemben jelenik meg. Úgy érzem, hogy a álmok emlékei olyan nosztalgikus kincseket hoznak át, amik egyrészt tényleg szigorú értelemben kimondhatatlanok, szavakba nehezen vagy nem foglalhatók. Mégis azt kell mondjam, hogy de. Erre való a művészet, erre való többek között a költészet. Megpendíteni azokat a húrokat, ami mindnyájunkban közös. Ami már nem szavakkal beszél. Ami nem a ráció nyelvén, hanem a nosztalgia, a sejtés, az analógikus, szimbolikus gondolkodásnak a nyelvén. És azt hiszem, hogy valóban kijelenthetjük, hogy az álomvilága nagyon sokat teremt az ébervilágunk történéseiben. Ha valaki azt a szélsőséget szeretné jobban megismerni, amit rögtön az elején említettem, viszont vannak olyan nézetek, hogy maga az álomvilága a valóság, és az álmaink generálják a hétköznapi valóságon, az olvass el a Seth könyveket. Egy médiumi úton íródott könyvről, illetve könyvsorozatról van szó.
Jill Roberts nevű hölgy írta 60-as években. Számomra a legtanulságosabb a első könyve, Szedd meg szólal. Nagyon sok olyan dolgot pendít meg, amit azt hiszem, hogy úgy tudunk elfogadni, úgy tudunk valóságnak tekinteni, hogy megérinti bennünk azt a hasonlóságot, amit valahol mindig is tudtunk, csak nem volt leírva, nem volt kimondva. Az álom nem puszta fantázia. Szerves része a létnek, kötetlenebb, szabadabb, mélyebb, drámai, izgalmasabb, kalandosabb sokszor. Úgyhogy amikor úgy rám pirítanak, hogy Tamás, te annyit alszol meg. Mit tudom én, mit csinálsz? Mondom, hát de dolgozom, és ne bántsanak. Hát az is egy munka. Ott is forognak a kerekek. Végig sokkal mélyebben szántva, és sokkal mélyebben halászva az ismeretlenben. Én nagyon boldog lennék egyébként, hogyha ezekkel a kutatásokkal, ezekkel a tényleg teljesen újszerű kutatásokkal hozzá lehetne adni a parapszichológiai tudomány meglehetősen kevesek által gyakorolt tudományához. De őszintén szólva, még boldogabb lennék, hogyha itt nem csak statisztikák és kutatási eredmények születnének, hanem felfedezések, mélységekben való járások. Módosult tudatállapotok egyébként, most ez egy picit odébb van az álomtól, jóval nagyobb horizontokat nyitnak meg alkalmasint a szemeink előtt. Kezdetektől a sámánizmus óta a mai neosamanizmusban is használtak bizonyos pszichoaktív szereket, és most nagyon parti drogokra vagy ilyen helyehújázós ügyekre gondoljunk, hanem olyan beavató élményekre, amik az összes átélő által, ezeket terápiás célra ma is használják alternatív pszichológiai utakon, nem mondom meg mi az, mert úgy tűnik, mint a felbújtó lennék, különben is azért nem egy kis piskóta dolog. Az embernek rányílik a szem a tudat sokkal nagyobb valóságára, hogy olyan fénybe világítják át a lelkét, ezek az egész más dimenziókból érkező fények, amik megvilágítanak, feltárnak, megmutatnak olyan problémákat, amik mellett egy szűkebb tudatállapotban elmegyünk, nem látjuk, nem veszük észre. Tehát ahogy ezek a bizonyos pszichoaktív szerek, maradjunk ennyiben, halucinogén növényekről van szó, képesek erre, ugyanúgy sokkal szelídebb módon az álmok világában mi is képesek lehetünk rá. Én azt hiszem, hogyha valakit ez a téma izgat, nem kell a szomszédban menni sóért. Gyakorolja, semmi más nem kell hozzá, első körbe, első megközelítésbe, mint ez a látszólag buta kérdés. Tényleg nem elmondom? Tényleg? Biztos? Vagy? Mégis? Mégsem? Ha így veszük, akkor annak a bizonyos kínai bölcsnek igaza lehetett. Ki mondja meg nekem, hogy én álmodok-e vagy sem egy olyan konzekvens valóságon, vagy legalábbis annak tűnőt, ami a valóságnak ezt a egyetlen objektív arcát mutatja. Ez is egy álom. De nagyon sokféle álom létezik. Kifejlesztettek egyébként egy olyan készüléket, mi is szeretnénk majd ezekben a kutatásokban bevetni, nagyon szellemes módon figyelmeztet arra minket, hogy álmodunk. Az álomban teljesen más fiziológiai állapotok felelnek meg, mint alvás közben annak a szakasznak, amikor nem álmodunk. Az egyik az a szemmozgásunk, tehát úgy hívják az álom szakaszt, hogy gyors szemmozgásos fázis, tehát rapid eye movement, gyors szemmozgás. Ezt viszont nem olyan nehéz detektálni. Más tünetek is vannak agyhullámokkal, annyi mindennel. Ezeket használták egyébként a korábbi álomtelepátia kísérletekben is. Az volt ugyanis a lényeg, hogy akkor ébresszék fel az illetőt, amikor az álom állapotában van. Mindjárt tudjuk, hogy nagyon illékonyak az álmok. Tehát egy megdöbbentő, felkavaró, mély, drámai álom még ott van bennünk. Kinyitjuk a szemünket, és még szerencsénk van, ha épp akkor ébredünk, és nem éjszaka tűnik el a felejtés mélységében, és semmi nincs belőle. Ha viszont akkor pont álom közben ébresztenek fel minket, hogy ébredünk fel valami miatt, akkor hozhatók át legteljesebb formájukban. Ez a kis készülék egyébként úgy működik, hogy szintén kondicionálni kell magunkat. Egy maszkról van szó, egy kényelmes kis maszkról, amit alvás közben is lehet viselni. És miközben ugye ismételgetjük, hogyha hallom ezeket a pici csipogásokat és ezek a apró mini villanásokat, akkor tudom, hogy álmodok. Akkor tudom, hogy álmodok, de álomban maradok, viszont tudatos leszek. Hogyha ezzel kondicionálja magát az ember, akkor azt a lehetőséget kapja meg, amikor az éjszakai álomszakaszba kerül, akkor a készülék is érzékelői érzékelik, hogy a szeme
masszívan, folyamatosan mozog, tehát nem csak megrebben, és leadják ezeket az apró jeleket. Így is lehet. Nagyon sok módszere, nagyon sok lehetősége van ennek a technikának. Én azt hiszem, hogy igen, az álmok nem hazudnak, ahogy Petőfi gyanakodott erre. De azt is hiszem, hogy nem kell mindenben mindig jeleket keresni. Tehát arra hívnám fel a figyelmet, mint annyi területén az ezotériának, hogyha valami megérint minket, ha valami egy mélyen felkavaró sejtésként jelenik meg, igen, vizsgáljuk meg, de ne címkézzünk fel mindent mindig azzal, hogy értjük. Tehát itt a radiesztéziától kezdve annyi területen láttam olyan túlkapásokat, hogy lemegy a boltba, és órákig a kiflik közt ingázik, hogy most a bal kettes kifli jó neki, meg jobb kettes ugyanarra a szalagról jött le. Nem, ez úgy nem normális, tényleg olyan fizetetlen szabadidő, ilyen elpocsékolt, értékes életidő. Tehát nem kívánom senkinek azt, hogy az álom maga misztikus, spontán teljességébe erőszakosan és mindenáron törjön be. Csak egy lehetőséget csillantanék fel azzal, hogy igen, jobban meg tudjuk élni, mélyebben el tudunk merülni. És nem kell mindent mindig értelmezni. Azt szoktam mondani, hogy jobb egy jelet nem érteni, mint félreérteni. Akkor is kifejtik a hatásukat. Tehát most picit ellágyítanám azt, amit eddig mondtam azzal, hogy attól, hogy valamire nem emlékszünk, az még működik, dolgozik bennünk. Csak hagyjuk a ösztönünket megítélni azzal ezt a bizonyos sejtést, vagy benyomást, hogy nem erőszakosan, hanem bölcs, szelíd, nyugalommal fogadjuk el a üzenetét. Na hát ilyenek lényegileg az álmok is. És hát akkor nagyon szép ébrenlétet, és még szebb álmokat mindenkinek, és Isten áldjon titeket!